Ráraktam a dolgokat, aztán most már egy vagyok, meg leszek. Na srácok, 1-1-4-4-10-10, ismeret jelölés 5-7. 1-1-1, na megvan minden. Oké, főküldetés, folytatás. Mivel a mellékküldik elfogytak, úgyhogy majd, hogyha kapunk még, akkor megyünk tovább. Azokra. Viszont azt meg kell nézni, hogy hova is kell menjek ide fel, vissza a hegyekbe. Mi azt jelenti, hogy... Mi azt jelenti, hogy ide kell kikötnöm oldalra. Ice Messi, üdvözöllek a csatornán, köszönöm szépen a követést! Ha raksz bele rúnákat, jóval erősebb. Már mire, mibe gondolod a rúnát? A izébe is lehet rúnát rakni? A fegyvernek a végébe szerintem abban nem lehet. Mert ez markolat ugye, ez külön fegyvermarkolat. Mert te szerintem a szettekre gondolsz, de abban van rúna. Leszek majd délután is, igen. Annyi, hogy közben elszaladok egy-két dolgot elintézni. Read it. Sir. Na, el tudja olvasni most már a gyerek. Végre. Harcsi, szegészség. A fire realm. Is the gauntlet of the sewer, sir. Tűzbirodalma, Masafem, Starter próbatétele, a tűz ősi birodalma, az utazó rúna birtokában bármikor oda mehetünk, hogy új kihívásokkal nézzünk szembe. Ezeket még nem tudjuk elolvasni, jó, nem baj, majd idővel. Mehetünk is tovább. Why should we hide what we are? Secrets are Odin's way. Shouldn't we be open? Like Tyr? Tyr kept secrets too, for good reasons. To protect people. It is wiser to be discreet. That doesn't mean you should lie to your friends. Or your family. I'm sure Sindri would understand and do the same, lad. So lad, excited to finally see the land of the giants? Yeah. But also sad the journey's almost over. Oh, what if we get to Jotunheim and there aren't any giants there either? Makes no difference to us. Fulfilling your mother's wish is what is important. Ah! Oh, don't go anywhere. Be with you in two shakes. Father, can I tell him? No. Tell me what? Did you put this wheel in your mouth? Oh God, I'll vomit. I'm not kidding. I'll throw up on it. It is nothing. A family matter. Oh. Szóval bevetted a szádba a kereket, lol. I can tell you a thing or two about family matters. Oh. Let me guess. Your brother isn't as talented as you, and his work is junk. Those things are accurate. Your point? It's all you ever talk about, over and over. Do something about it or shut up already. I see. Jogtotta a gyerek a törpét. Hoppá! Mivel tudja, hogy Isten, azóta már elgurult a gyógyszer. Let's have a look at your gear then. Na, végre eljutottam ide. Nézzük meg, hogy mit szedtünk össze, és mit tudunk upgrade-elni, és mit tudunk raftolni. A reflexi fejlesztés, az például mehet is. Derékpáncél, tíres, hát ezt hagyjuk. Vaczak. Ebből is megvan a tíres, meg...
Na, fejlesztés. Persze markolat. Ej, de jó. Ezt vártam, gyerek. Oké. Maximumra van fejlesztve a felszomarkolat. Aztán. Nem egy tudnék fejlesztegetni, de nem. Engem markolat gomb. Oké, nézzük csak. Melyiket néztük? Ezt néztük, ez az új, ugye? Szerencsét az bukunk 15-öt, de szerencse nem is nagyon kell. Viszont ez biztos, hogy jó lesz. Ó, mi a következő fejlesztés? Labilis érc kell majd hozzá. Viszont a rúnátója rajta nagyon, az nem rossz, mert ugye rúnából sebeznek a elementálok, mondhatni. Jó lesz ez, 8-asig megy. Ezt be is toljuk. Ezt is fel tudom fejleszteni. Ez mi kell? Szilárd csalak, ugyanaz. Ja nem, szilárd csalak, labilisért. Teljesen. Ugye ezért lehet őket fejlesztegetni, mert teljesen más kell. Mindenhez megvan, hogy mi kell. Oké, talizmán. Ó, ez micsoda? Húna mágia. Életerőből buknék. 16-ot a sok. Feltöltődés az nyerne. Viszont megidézhetsz egy fagyvihart, amely megálltolja, hogy Kratosz támadásait megszakítsák és csökkenti az őt ért találatok sebzését. Normális fagysebzést okoz a közelbe. Hát ez ilyen érdekes. Azt sem mondanám, hogy túl jó. De azt sem, hogy túl rossz. Fejlesztjük ki, azt majd látom. Ami nekem van kék, az jelenleg jobb, mert hogyha perfect dodge-ot csinálok, akkor lelassítja az időt. És ez rohadt jó. Szerintem. Végén majd lehet, hogy ezt fogom használni, csak az a baj, hogy ez timingos. Ez újra töltős. Ami nekem van, az egy passzív, és az jobb. Oh, tovább tudom fejleszteni ezt is, fasza. Na, így már jó. Ezzel erősödök, mert plusz rúna helyet szereztem, igen. Elhasználtuk az acélt, hát majd legközelebb. Majd legközelebb kap a kisrác fejlesztést, viszont apucinak most kell ez a slot. Ezt bekaptam ide pár rúnát, ez honnan van ez a sok szar? Töszelek a növelő az éges sérülésekkel szembeni ellenállást, rúnak plusz 9-es. Szerencse feltöltés, sérülés esetén nagyon kis eséllyel védelmet, ajándékot kapok, az picsa. Mik vannak még? Védelem, erő, életerő. Sérülés esetén nagyon kis eséllyel egy adag dühöt szerezhetsz. Hát az... Amikor egy hitelnek hát a düh az olyan mindegy, igen. Mindenképpen valami ilyet kéne betenni, ami... Feltöltődés, szerencse, rúna. Inkább a rúna damage-et fogom tolni. Jó lesz. Ez mit ad? Feltöltődés. 6% a növel feltöltődés. Ezt viszont kicseréljük egy jobbra. Akkor viszont berakjuk ezt. Bukok két feltöltődés, viszont nyerek szerencsét, meg nyerek. Nyerek mást is. Oké. Okay. Mi van még? 5-2. 5-5. 5-2. Rúna áldás, ezek maradhatnak is. Mi van még?
5-2, ez is igazából talán jobbak nincsenek is. 6-2, mi ez? Ez is védelm, aha. Mit ad ez? Életerő feltöltődés. Hát igazából akkor nem is kell más. Ez így jó. Ja, tényleg most mentem át level 6-ra, de jó. Wait a minute. A fegyver. A fegyver markolat, hello. Most fejlesztettem le. 7-es fegyvermar. Annyi, hogy bukni fogok 4 erőt, meg 15 szerencsét, nem érdekel. Így ez most még jobb. Mi van még? Talán más nincs, ugye? Fejlesztünk egy csomó XP-t. Ezt... Na, például ez a varjús cucc, ez boss fightra jó, például majd a izék ellen egész jó lesz. Nem azt mondom, hogy nagy damage van, de több damage-et tol, mint bármi. A valkűrök ellen néha, amikor újra töltődik. Mondjuk 200 másodperc, ezeket figyelembe kell vegyem. Ez mellett a farkas volt, amit használtam. Mert ez ugye kábít is, és a damage is jó. 166. Lehet, hogy a farkas lesz a best. Bár, hogy néztem, a varjú nagyon sokat sebez, mert nagyon sokat leidéz belőle. Oké, nézzük ezeket. Ez itt 3-as. Káosz ciklonja. Na, ezzel egy baj van. Rohadt sokáig tart. Na, ez tuti. Ez jó, mert ez nagyon hamar lecseng. Ezt ki is fejlesztjük. 18 000. Azt a kurva életbe. Egyszer élünk. Mi van még itt? Jó, hát igazából egyelőre ennyi. Képességpontokból én meg nagyon nem akarok már mást. Összejött a rúna erő, ez mit csinál? Tevenes közben további fagyás sérüléseket okozok. És ez? Tevenes közben további fagyás sérüléseket okoz. Ez zsír. Na GPU-t cseréltem le. Jó, neked. Nem cserélem le, nincs miből. Jó, mehetünk. Kaptunk egy trollmákot. Először megvan a játékot, hála neked, és Lorának érdemes az elején spórolni, és nem mindent fejleszteni. Nem, nem szól spórolni, Hurkica, mert akkor egy hitelnek. Úgy van kialakítva a játék, hogy minden egyes itemnek más-más a fejlesztési alapanyaga szinte. És annyi, hogy ne a szettekre koncentrálj, szóval egy valamit kiválasztasz, mert a statokra matekozni kell. Nem szabad teljes szettet felrakni, mert ugye itt nincs set bónusz, nem szabad teljes szettet felpakolni a karakterre, mert egy hitelni fognak.
Például mutatom, itt van, használhatnák már epic karvédőt, mert tudok craftolni, de szarok. Ennek van erő rúna védelem, mert én ilyen hibridbe megyek, hogy a rúna támadásaim is erősek legyenek. És mindemellett ugye azt néztem, amikor felfejlesztem maxra, hogy 3 slotot biztosít további rúnákhoz, amivel több statot kapok, valamint a másodlagosa, ahogy látod ott, 33% ellenállás, fagy, égés és méreg támadásokkal szemben, mert sokan összekeverik ezeket azokkal a kövekkel, ami 50%-ot ad, de az csak effekt ellen. Viszont itt, hogyha most jön egy poisonos például banya, és a szó szerint megüt a staffal, az 33%-ot nekem redukál. Úgyhogy keverni, vegyíteni kell őket, a legjobbakat kell felrakni, ami statban, attól függ, hogy milyen buildot akarsz csinálni persze. Úgyhogy nem szabad spórolni, meg attól függ, hogy nehézségben játszol, mert ha spórolsz, és legnehezebben játszol, ott biztos, hogy tét fognak egy hitelni. És azért kezdtem újra, mert ezt nem értettem, meg rohantam bele a nagyvilágba, nem szabad. Felesleges. Azt mondja, hogy elmehetek, megy a lift, ugye? Működnie kell a liftnek. Összetört megint a lift, de jó. Nem hiszem. Ja, de várjatok már. Viszont azóta megszereztünk pár képességet. Akkor ezt gyors megcsinálom, srácok, nem kapkodok én. Itt tudunk nyitni pár új dolgot, elvileg. Mint például ez itt. Azóta nem is voltunk itt. Amiből jó, az egy szett, az Valkür szett. Hát a fene tudja, kiderül majd. Lehetséges. Na várjatok itt, viszont ez nekem nem stimmel. Azt ott hogy... Ja, várjatok. Elfelejtettem, hogy azt így is meg tudom csinálni. Oké, és most. Mit csinálsz, hülye? Most. Úgy. Nice. A fegyver pecsétje legendás bűben 700%-kal megemeli a fagyott talaj, vagy a feláldozás idézésének gyakoriságát. Ez mi a lószar? Ez valami rúna akar lenni? Aha, és ad erőt. A fagyott talaj vagy a feláldozás idézésének gyakoriságát. Ez a izé akar lenni szerintem, fagyott talaj, feláldozás. Ez... Nem rúnák. A gyerekek, ez nem tudom mi akar lenni. És gondolkodok, hogy... Nagy esély. Kapok védelem feltöltés, erő, életerő, rúna, védelem. Szerintem ez egyébként nem olyan jó. Ötös szintű, nem. A vegyes statok jobbak. Oké. Okay. Mindig elgondolkodok ilyenkor a matekon, de aztán rájövök, hogy nem jó. Odin megölt holló, itt meg kell, hogy legyen majd egy holló. 1-1-4-4-10-10, ismeretével is 6-7. Birodalom szakadás, na itt még valami lesz. Szia Ádám, hello hello. Na itt még valami lesz, úgyhogy ezt még megcsináljuk. Birodalom szakadás. Szerintem erre lesz fent.
Ahogy megyek vissza a hegyre, szerintem új útba esik az összes ilyen, ami korábban nem volt elérhető. But it serves nothing to make an enemy of him. You should know the truth, even if it hurts. It was needless and unkind. Aha, ott van még valami. Your mother would disagree. She wasn't a god. Gyermek védelmiség. Lol. Én csodálom, hogy rátok még nem szálltak rátok az állatvédők az árkba. Ha már itt tartunk ugyanaz. Nézzük csak. Aha, az lesz az. A kurva pofátlan mindenségedet. Ölöd is őket. Oké, megvan egy ilyen. Mi van? Nem ment be helyére. De hogy? After the way you spoke of her. Question that. What? That she wasn't a god? She was better than a god. You shall not dishonor her. Na, találtunk még valamit. Prepare yourself. Hát. Növeli robbanás mértékét. Kismértékű kábultságot okoz, nagy mértékben növeli a robbanás mértékét és az okozott kábultság értékét. Igazából a sebzése az 1-2-3-mal fog fel. Ez még kizé, bosszra se rossz. Érdekes, érdekes. Erre nem volt más. Itt egy tükör. Ó, valkűr fájt. Ez egy valkűr szerintem, vagyis hát gondolom, hogy az lesz. Azok ilyenek. Hát max ránézek. Nem akarok időt. Itt egy holló valahol. Itt egy holló valahol, azt összeszedjük. Hol a holló? Ah, ott van a... 37 alakul. Nem működik a... Miért nem megy a portál? Szakadjon meg.
Azt mondja, hogy ez itt a... Nem? Valamint... Nem ez kell. Ez. Boss fighthoz. Ránézek szerintem így gyorsba. Ez mi volt? Tudunk bele egy-két tryt, megnézzük. Whatever you do, just be careful. Bármit teszel, légy óvatos, azok leszünk. Úgy meghalok, mint a picsa, majd figyeld. Nézzük csak. Mindenféleképpen gyors támadás kell. Mi van még? Oké, ezt fogom használni rajta, mert ez gyors támadás. Itt meg csak ez van. Úgyhogy itt sok választás nem lesz. De várjál, hogy nyitod meg a kaput? Mondjuk mindegy, mert ki tudok menni, szóval hogyha nagyon gáz van, nem gáz. Mert hogy meg halál után el tudok innen menni. Jó, lecsekkolom, aztán majd kiderül. Állj! Kell a varjú, vaze, hát varjú nélkül nem lehet. Mit csinál? Elbasztam! Oké, visszamegy és ezt csinálja. Oké, ezeket meg kell nézni. Elsőre ez nem fog lemenni nyilván, mert még másodikra se az összes movesetjét látnom kell, hogy miket csinál. Kijött a támadásomból, és ezek annyira kifrusztrálnak, mármint hogy ugye van egy ilyen támadásom, és néha bent sikerül tartani. Ezt most letrájolom még egyszer, várjatok. Ready yourself. Jó, hát az... Ez mi a fasz? Most azon elmélkedek, hogy az mi, amit ott, amit felszáll és csinál pirossal. Meg egyszer megpróbálom ezt a skillt, azt kicserélem, mert valamire nagyon kíváncsi vagyok ezeknél. Oké, ezt ki kell dodge-olni. Oké, megvan. Ez ilyen vakítás akkor, ezt el kell fordulni. Hát bazd meg, ilyen marasságot berakni. Jó.
Viszont ezt az ability-t lehet, hogy visszacserélem, mert nem jó. Az a baj, hogy ugye ennek az lenne a lényege, csak az animációt megtörik ezek a bosszok. Mert nem csak ez a boss, az összes mob, és szerintem az a nehézségi szint miatt van így. Ez a még tart, ennek pont az a lényege, látjátok, hogy ez ott darálja és tartja, staggerbe tartja az enemit, és amíg ez tart, ki van first maxra, addig átváltasz, és eltolod a másik fegyvernek a hosszantartó ability-ét. Ennek így papíron működnie kéne, viszont mivel ez a nehézségi szint a stagger effektet megtörik a lények, így ez kisebb szinten érdemes kipróbálni, mert szerintem működik, viszont itt ez kuka. Megnéztük. Mellette ez a legjobb egyébként itt, amit így lehetne használni, más nem jó. Oké, okay, go. Na, akkor most talán megvannak a movesettek. Gyere, Irén, megraklak. Ja, várjál, ez nem ott. Szaszart hátra gurulni. Közel 3 ütésre többet összehat bevinni, hiába megy be, mert őt nem lehet, ezeket nem lehet staggerelni. Az a baj, nem, abszolút nem. Nem működik a mechanizmus rajtuk rendesen. Mert a stagger mechanizmus, ez felejtős. 3 ütés, az ki kell jönni, teljesen mindegy, mi történik. Oké. Okay. Micsoda? Mindegyik egyedi. Ez volt, amit a múltkor mondtad a másiknál. Ja, hát azóta annyi, hogy az nincs, azt sem tudom, az melyik volt, mert azóta ez teljesen másik gameplay, ugye? Ready yourself. Geci, nem látom a fényeffektektől, hogy mit fog csinálni. Oké, ezt ki kell dodge-olni. Jó, hát erre át kell szállamülni, mert egyébként azt látom, hogy van neki egy olyan 5-6 ability-e, és random rakja egymás után, ugye nincs sorrend. Ez abszolút randomizálja őket. Mindig mást fűz egybe. Ez a lényege talán ennek az egésznek. Ez most benyaltott kis pajtás. Ó, oh, bazd meg. Amikor én kapok staggert, akkor ugye fordítva ez már nem működik. Vagy akkor én nem tudok váltani, hogy rohadjon meg. Szia Zoli, köszi szépen a raidet, sziasztok! Azikó, hello, üdvözöllek a csatornán, köszi a követést! Kösz a raidet, sziasztok! Na még egyszer. Várjátok, hol vagyok? Arccal előre. P
PC Gorilla, téged is üdvözlök a csatornán, köszönöm a követést. Köszi, köszi. Baszki, az a baj, nem látom az effektektől ezt a... Majd arra figyelnem kell, igen. Nem volt idő megfordulni se. Ez már halál, ezt újra is kéne tölteni. Ja, hát én sokat nem fogok ezekkel szenvedni, csak most útközben főküldőnél benéztem, aztán nem fogok órákat eltökölni ezzel, hát nekem nem challenge, nem érdekel az egész, én csak játszok. De egyébként igen, én most megnézem ezeket aztán. Oké, ez már elég rossz. Adtam még neki egy-két pofont, hadd szokja. Gyere paraszt! Nem volt ide megfordulni se. Annyira szemét egy dolog egyébként a játékból, hogy ugye amíg megy ki az animáció, és elvileg láttátok, hogy megcsömörli tőle, van egy darabig stregger, és utána fogja megtörni a streggert, és csak úgy jön, amíg nekem tart az animáció. Ezt viszont nem tudom, ez olyan para. Arra kényszerít a játék, hogy ne használjak rúnát lényegében, hanem csak csapkodjak. Ezt mondom, látjátok, hogy ebből ő visszatámadott simán. Yeah.
Bassza meg! Rosszkor fordultam meg. Kis híleket do... Ja, hát a híli, de felesle... teljesen mindegy, Kristóf, már ez ilyen egyhitelős rendszeres, ez az egész fájt. Ugye a reakció fájt, amivel nincsen baj, csak az a baj, hogy a mechanizmus ott megborul, hogy izé, hogy a stagger effektet nem engedi nekem, nekik engedi. Arra épülne pedig az egész rune rendszer arra épülne a játékba, de nem működik. Ügyed neki a bossit. Na jó van. Fejezzed már be. Csinál egy ilyet is. Teljesen random csinálja, vagy fűzi össze a támadásait. Hát sajnos a stagger effekt miatt teljesen izé, ilyen átmegy ilyen, ilyen balfasz csapkodós fájtba az egész. Például ezt nem értem, hogy hogy tudott elkapni, amikor dodge-oltam, visszahúzott dodge-ból. Érdekesek ezek a, ezek a fight-e. De mondtam, hogy ezzel felesleges eltökölni órákat, ezeket fogom, benhagyom a game-be is, mert annyira engem nem érdekelnek. Nekem nem ad ez pluszt. Egy-két rájt megyek még rajta, azt itt hagyom. Na, látjátok, most megint randomizált egyet. Ilyet eddig nem csinált. LOL. Again.
kalap. Gyere, kutya! Csíra! Eddig tartott meg, futni bírt a karakter, kemény. Hát ezek a... harcok ezek ilyen, nem is tudom. Érdekesek. Na most például kijött a Staggerből. Látjátok, össze-vissza randomizál mindent. Ez a boss, ez nem csinált két egyforma izét, movementet. Ja, nem is ideges, nem vagyok ideges, hát pont leszarom. Nem, csak nézegettem, hogy miket randomizál, de abszolút, abszolút random az egész. Ready yourself. Például dodge-a eltalál, érdekes, igen, igen, továbbra is. Azt bemérted, Laura, mert nekem a púzusom az nagyon normális értékben van folyamatosan, szóval. Látjátok, megint kiment. Nincs két egyforma moveset-je ennek a izének, ennek a valaminek. Igazából ez arról szól ez a fight, hogy órákat itt vagy, megtanulsz minden egyes movesetet és azonnal le tudod reagálni. Hát olyan, mint hogy megtanulnál járni. Nem véletlen mondják, hogy ez a játék végére van már. Amúgy el lehet feltökölöd, nem rossz fájt. Például itt már én nyomtam, ugye animációt nem tudok megszakítani, és igen. Ezért nem szabad háromnál többet ütni, mert ha kiütöm a negyediket, akkor már hiába nyomom a perit, nem fog védekezni a karakter. Ezek ilyen be kell rögzíteni a movementeket, aztán tudni kell, mikor mit változtat nagyjából arról. Abból áll. Igazából ebben semmi ördöngősség nincs.
Ezért tartom kicsit unalmasnak ezeket a fájtokat, mert olyan semmilyen. Nincs benne izgalom. Jó, azt benéztem meg. Oké, hát csináljuk ki nekem 8. Melyik van több is? Ebben csak jól színezkedik. Hát ez... Nem tudom, miért akarjátok ezt beszélni, amikor nem így van. Emberi ostobaság biztos. Azt megint benéztem. Picsába. Érdekes, hogy nem akar másodpercig futni oldalra, amikor így. Nem tudom, ez miért van. Azt a kurva. De... Oké, okay. Szóval
azt a szart, amikor dobja a bal szárnyával, azt nem is szabad kivédeni, mert az a baj, amíg leváltja a parry animációt dodge-ra, azt már bejön rég ez a gyökér. Úgyhogy az csak dodge-ra lehet védeni. Érdekes ez is. Csak nem tudom, hogy hogy képes ilyen gyorsan animációt váltani ő, hogy eldobja azt a fost és már röpül közbe. Mondjuk azért, mert NPC így van beállítva. Hülye kérdés volt. Na, most fut például. Most például futott, de minek? Jó, azt megint benéztem. Igen. 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 Jó, azt elbasztam. Oké. Na jó. Igen. Ez perfect dodge volt, azért adta ezt így be, ugye? Igen. De nem ezt. Azt a kurva, ez véletlen volt. Igen. 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 Gyökérkefe még, hogy ide jött? Elbasztam!
Jó, elbasztom a véget. Hát van. Nem tudsz a közelébe maradni, meg akkor átvált, hirtelen vált animációt John Carter. Az a baj, hogy ez ilyen animáció lecsalós bosszok ezek. Ha állandóan közelébe akarsz maradni és ütni, akkor biztos, hogy úgy fűz össze olyan gyorsan, hogy megfog, instant megfog őt. Hát egyébként nem egy... Nem tudok hasra esni ezektől a... Nem esek hasra ezektől a valkűröktől, szóval sokan istenítik meg, hogy de jó fájt, olyan elfájtolok vele, de semmi extra, szóval nem érzem azt, hogy hú, ettől most mekkora világ körülöttem, olyan el vagyok vele, de semmi, nulla. Jó, azt elbasztam. Oké. Az ilyen. Sok try, ezt egyszer bejön, ez arról szól az egész. Mivel randomizálja az ability-ket így, az sincs, hogy skillből lehozod, mert az a skill, amikor kikerülgeted a dolgokat, de...